Összesen 8 napi rendi pontot tárgyalt a Városépítő Bizottság az ülésén, amik között szó volt az önkormányzat közműfejlesztésekhez való hozzájárulásáról, mivel más az igény egy családi vagy egy társasháznak, ezért a telkek közművesítési terhe sem egyenlő. Arról döntöttünk, hogy a közműfejlesztési hozzájárulásokat, mint ilyet be fogjuk majd vezetni, de ezt majd rendelet fogja szabályozni. A rendeletnek a megalkotása, ennek a részleteknek a megalkotása, az pedig majd a jövőben lesz. Ugyanígy meg fogják tárgyalni a bizottságok is, és képviselőtestületi döntés fog születni róla. A Városépítő Bizottság ezen felül kiírta az éves pályázatát, a hagyományos technológiával épült, illetve a panel lakások felújítására. A keretösszeg 100 millió forint, célonként 50-50 milliót osztanak majd ki. Lehet pályázni az energiatakarékos beruházásokra, de egyszerre lehet pályázni több beruházásra. Ugye egyrészt van az épületeknek a hőszigetelése, másrészt vannak a nyilászárók, harmadrészben vannak a megújuló energia felhasználása, hogy ennek is vannak lehetőségei. Amit lényeges tudni, hogy az energiatakarékos beruházásokban, ugye ha valaki egy valamire pályázik a lehetőségek közül, arra maximum 500 ezeret lehet lakásonként igénybe venni, ha több lehetőséget kívánál igénybe venni, arra pedig 700 ezer forintos támogatást lehet igénybe venni. A tervezettek szerint május első hetében a pályázattal kapcsolatosan lakossági fórum lesz, hogy ezzel segítsék a lakókat a kiírás kitöltésében. A pályázat elérhető lesz a paks.hu-n, várhatólag április 24-től. A pályázatokat a megszokott módon idén is csak egy napon lehet leadni, ami ebben az évben június 8-a. Az űrlapokat reggel 8 és délután 4 óra között fogadják a Városházán, a földszinten.